Jó ütemben halad a pápai Szent István vértanú plébánia templom szerkezet megerősítése, amely a rekonstrukció első lépése. Az elmúlt évtizedekben felújításokat ugyan végeztek a templomon, de jelentős állag és állapotjavító beavatkozások nem történtek. A tervezést megelőző felmérések során a templom falazat szerkezeteiben, a falakon, a boltöveken, a boltozatokon és a padlástéren különböző nagyságú, mélységű és mértékű repedéseket tártak fel a szakemberek. Orosz Árpád statikus kiemelte, rendkívül körültekintő volt az előkészítő folyamat. Most ennek a felülvizsgálatnak az lett az eredménye, hogy kiderült, hogy a tetőszerkezet, ami egy igen tekintélyes tetőszerkezet, közel 25 méter szélességet hidalát, ez nyomja szét a templomot. A padláson látható, hogy a teljes hosszfal belső oldalán a boltozatoktól 3 cm-re elvált az oldalfal, mert a tető kinyomta. Ennek az eredménye az a repedés, amit itt a templom boltozatán látunk, hogy a boltövek közepén van egy-egy kis repedés, ami innen lentről 17 méter távolságból egy kis repedésnek tűnik, de most közel tudtunk menni, és az állványról látszott, hogy azért ott ilyen szép nagy egész tégláknak az egyik oldala teljesen szabad, csak fél oldalasan fogja egyenlőre a habarcs. Az csak időkérdése, hogy mikor pottyan onnan ki, és nyilván hiányozni fog a szerkezet erőjátékából. Most a deformációt szerencsére még nem látjuk. Sok olyan templommal volt már dolgom, ahol helyrehozhatatlan deformációkat szenvedett már a boltozat, és meg tudjuk erősíteni és stabilizálni, de a deformációkat már nem lehet visszahozni. Tehát itt most abban a szerencsés helyzetben vagyunk, hogy még akkor meg tudjuk erősíteni a templomot, amikor nem olyan látványosak, laikus számára észrevehetetlenek ezek a repedések és deformációk. 18 éve kezdtük el a templomoknak a feszítőkábeles megerősítését. Ugye korábban mindig vasbetonkoszorúkban gondolkodtunk, és hát azért ilyen szép nagy keresztmetszetekbe végig kell vésni a templomot, rendkívül sok roncsolással jár, és hát ezt most egy ilyen hüvelykújnyi vastagságú feszítőkábellel megoldjuk. Egy ilyen feszítőkábel annyi erőt tud fölvenni, mint egy tisztességesen megvasalt, hagyományos vasbetonkoszorú. Itt két szinten építünk be feszítőkábelt a templom koszorúszerű körbefogására. Ezen kívül szükség van arra, hogy a boltvállak, amik ugye kifelé elmozdultak a tető nyomása miatt, hogy ezeket is össze kellene fogni. Sok templomban látjuk, hogy vonórútszerűen bent vannak acélszerkezetek. Ez a legegyszerűbb megoldás, itt is ebbe kezdtünk gondolkodni, de annyira különböző a három szituáció, ahova ezt be kellett volna tenni, hogy ez esztétikailag itt vállalhatatlan volt. Tehát abban kezdtünk gondolkodni, hogy hogyan lehet ezt fölülről megfogni, hogy a szerkezetek fönt a padláson legyenek csak. És hát ez egy nehezebb, körülményesebb és sokkal drágább megoldás, de így gyakorlatilag semmit nem fogunk látni belőle a templomba. Heitler András, restaurátor, a Magyar Képzőművészeti Egyetem tanszékvezetője kifejtette, kollégájával, Somogyi Márton festő-restaurátorral a szerkezeti statikai megerősítéséhez kapcsolódó restaurátori munka elvégzése most a feladatuk. Óriási értéke a pápai nagytemplomnak, hogy ha ide belépünk és fölnézünk a mennyezetre, a boltozatokra, igazándiból érintetlen falképeket látunk. Tehát ezeket a képeket korábban nem javították, nem restaurálták, nem festették át, nem dolgozták át. Tehát valójában intakt, érintetlen, eredeti állapotában
megöregedett és károsodott, de az eredeti állapotát túl festékrétegeket veheti kezelésbe a restaurátor. Amit itt konkrétan kell viszonylag kis felületeken végeznünk, az egyrészt a festékrétegnek a stabilizálása, ennek a kötését vesztett, kötésében meggyengült festékrétegnek a fixálása, másrészt a vakolatrétegeknek a nagy szerkezeti repedések mellett többé vagy kevésbé meglazult festékrétegeknek a rögzítése, injektáló habarccsal való visszafogatása. Azért, hogy ugye a falazatnak, a boltozatnak a mély szerkezetében, amikor a megerősítést végző kivitelező cégnek a kollégái azt a lépést végzik, semmilyen károsodás ne érhesse a falfestéseket. Ugye a freskók, a freskó technika a szó szoros értelmében az mindig nedves vakolatra készül, ahol a vakolatban lévő oltott mész végzi el a festékréteg megkötésének a munkáját, feladatát. Ezzel szemben a szekkó technika, az már a száraz vakolatra készül, és ott valamilyen a festékhez hozzákevert, hozzáadott kötőanyag biztosítja a festéknek a kohézióját és a felülethez való tapadását. Na most itt annyit már látunk itt az első egy-két hét után, hogy a Maulbelcs műhely, mind a mester, mind a segédei, az architektúra festői jelentős részben szekkó technikával dolgoztak. Így a festékrétegeknek az ereje, a megtartása az nem a legjobb. Ez még hozzátartozik az is, hogy ezeknek a rétegeknek a romlása az elmúlt évszázadok során természetesen szépen lassan zajlott, haladt előre. A homlokzat felújítás második ütem felmérési tervei és kutatási dokumentációk elkészültek, a felújítási tervek készítése folyamatban van. A második ütemre vonatkozó örökségvédelmi engedély, kiviteli tervek és a szükséges forrás rendelkezésre állása esetén várhatóan 2024 nyarán megindulhat a kivitelezői beszerzési eljárás.